Először is gratulálunk, hát azért az ezüstére, ami nagyszerű, főleg egy ilyen hármas volt versenyben. Ez mégis, hogy milyen érzésekkel töltött el? Hát nagyon örültem az ezüstéremnek, amikor megláttam, hogy volt verseny van, akkor én nem is láttam, hogy hármas volt versenyben vagyunk. Örültem neki, kicsit sajnáltam, hogy az első hely távol volt, és azt nem tudtam elérni, de hát ugye azért az eredmény életésen, amikor hárman feljártunk a dobogó második fokára, azért az egy óriási élmény volt. Persze, nagyon szimbolikusan nyilatkozott erre az egész ő is a szimbolikáját látta ennek a dolognak. Mi van még előttük? Mi van még előtte? Én azt gondolom, hogy a jövő évi világbajnokság az, ami Budapesten lesz, az a fő cél. Januártól elkezdem is a felkészüléssel, szeretném ott még egy picit jobban megmutatni, hogy ennél még jobb lehetek, többre lehetek képes. Picit a mostani szereplésemet javítani, és picit jobb érzésekkel végezni a találkozást. Sikerült-e már pihenni egy kicsit, ugye nem a mostani géppel érkeztél? Sikerült pihenni egy kicsit, igen, az átállással még nem végeztem teljesen, de jó újra itthon lenni, és a hazai környezet azért az nagyon jó hatással van. Akkor nagy szeretettel fogadtak mindenhol. Természetesen mindenki szeretettel várt és örült nekem, úgyhogy én is nem örülök, hogy itt van. Most fél év pihenő, vagy csak egy könnyített edzések, mi történik most? Teljes pihenő nem lesz, könnyített edzések mindenképpen, azért karba kell tartani, meg akkor januárban nagyon nehéz dolgok, mert a nulláról visszaépíteni. Köszönöm szépen, gratulálok! Köszönöm szépen!